Na szevasztok, srácok! Sziasztok, gyerekig! A mai nappal megkezdi a hivatalos megismerkedését a játékkal. Bizony, ez így igaz, nem csalás, nem ámítás, jól hallottátok, Minecraft fog következni. És csináltam YouTube-ra egy videót ezzel kapcsolatban, ami nyilvánvalóan egy viccelődés, meg egy humor volt, de sokaknak nem volt ebből világos az én kapcsolatom a Minecraft-tel, úgyhogy ezt most szeretném tisztázni. Tehát való igaz, hogy tavaly már volt egy stream a játékból, és amikor megjelent, akkor is játszottam vele haverjaimmal egy kicsit, hát ez már nagyon-nagyon régen volt, de akkor is ilyen 1-2-3-4 órát maximum. Tehát lényeg az, hogy bár játszottam már a játékkal korábban többször is, de igazából soha nem jutottam benne semeddig, tehát lópsz nem értek belőle. Na íme. Voilà. De szép parton dobott minket ki. Látod, és hogy néz ki, beszarok. Azt tudom, hogy az elején hát rá kéne jönnünk, hogy hol akarok építkezni. Nyilván... ott a polip, hogy néz ki, beszarok. Ez így itt kiváló. Ott van egy kis víz, ott van így hegy, ahol így lehet bányászni, mert azt tudom, hogy kell. Most akkor fákat kell ütni, azt remélem jól tudom. Na igen, és akkor melyik az inventorim? Q? Nem, a Q-val eldobok. Melyik az nem, C. C-vel is zoomolok. Szevasz bárány, hello. E az inventory, köszönöm. És akkor ezt szét kell szednem ilyen deszkákra, ugye? Aha. Úristen, már most érzem, hogy pró vagyok. Igen. És akkor a deszkából csinálunk egy házat. Hát, mondjuk ide. Most az, hogy milyen lesz a házam, azt ne szóljatok be, jó? Mert, tehát így na. Most csak ez csak azért kell, hogy megvédjen a szörnyetegektől. Már a City Skylines ehhez képest semmi. Várj, de nem szabad, hogy kocka alakú legyen a ház, mert akkor ki fognak nevetni az okos Minecraftosok, a Survival Bedrock Bedwars Sonic.exe. Igen, egyébként nagyon félek, hogy mikor fog leszpónolni Sonic.exe, tehát majd szóljatok. Na így, így bazd meg, ez úgy meg fog védeni a Sonic.exe-től, hogy beszarsz. Na várjatok, kell csináljak crafting table-t, azt hiszem, hogy tudom. Figyelj ide, de ha nagyon pró vagyok, figyeljél. Azt hiszem így kell a crafting table-t. Most nagyon izgulok, hogy barkács asztal, nagyon jó. És majd azt is el kell magyaráznotok amúgy, hogy hogyan kell fasz a tetőt építeni, hogy ne ilyen lapos tető legyen, mert az így tök gáz, és tudom, hogy olyat csak a noobok csinálnak. Azt mondja, igen, azt kérem szépen, nagyon jó. Ajtó. De mi, ezen basztam föl magam legutóbb is. Flashback. Ajtó. De ne hármat csinálját, pöcsömöccse. De most miért csináltál hatot, te miért három ajtót csinál? Lehet egy ajtót csinálni valahogy, vagy nem lehet? Nem ér nevetni. Úristen, kaptam egy achievementet. Ez csodálatos. Égesd ki a fát és faszenet kapsz. Úristen, látjátok, már most összezavartatok. Ujjaj, nyugalom. Nyugalom, hát bazeg, Battle Royale-ot kodoztam, nem fognak kinyírni el rohadt zombik, hát széjjel ütöm őket a facsákányommal. 12 seconds later. Aha, várjatok, nyugalom. Most azt hiszitek, hogy félek, de amúgy nem, mert kurva okos vagyok. Na most mi van? De bazd meg, hát dobál a varázsló. De nem tudsz eltalálni, te fasz. Na most mi van? Értitek? Nem, bazd, ajaj, ez most kurvára nem jó, aha. Jó, most ezt tudom, hogy veszettül mérgez. Most le fog vinni egy HP-ra, igen, azt tudom. Nyugalom, hát bazeg, Battle Royale-ot kodoztam, nem fognak kinyírni el rohadt zombik, hát széjjel ütöm őket a facsákányommal. De amikor ti először Minecraft-eztetek, akkor biztos ti is szarok voltatok, ne röhögjél, jó? Most kezdjetek már el, azaz, gyúlnak, azaz. Jek megint fáér. No. Jézusom!
jött a creeper. Jól csinálom a Minecraft evős hangot? Ne az üvegblokkot használd, van sima üveg, amit az üvegblokkból lehet készíteni. És hogy kell az üvegből üveglapot csinálni? 6 üvegből lesz 16 üveglap. Ja! Hát akkor már meg is vagyok az üveggel. Na várjál már. Ki tudom ezt ütni kézzel? Hát de megvág... Nem vágta meg ma... Ezt... Aha. Ezt hogy lehet kiszedni az üveget úgy, hogy ne törjem szét sehogy? Széjjel törtem! Ó, baszki. Sehogy. Akkor ez az információ egy kicsit elkésett. Oké, kösz chat. Semmi baj, gondolom, hogy írtátok. Oké. Okay. Na szóval még egyszer, hogy lehet az üvegből üveglapot csinálni? Na, végre valami tartalom, amiért megérte feliratkozni kappa. Unosan keszi a 25-ön. Na most nem, most találok bárányt. Most ha megrohadok is, bazd meg, most találok egy bárányt. Ha szétlőnek a csontvázak, akkor is. 5 minutes later. Az ott? Az lehetséges? Hype? Az ott az, add ide a... Fú, de akkorát baszok rá akar... A... Látlak téged. Látlak! Látlak! Igen, ott le is buktál, hogy Kapta. Ott a házam. Mondtam, hogy hazatalálok. Bárhonnan hazatalálok. Ja, de ez meg ilyen fenyő? Ne idegesítsél már, hogy fenyő. Fenyő Miklós. Ágy. Ú, te jó. Ez egy ágy? Csak éjjel. Újraélédési pont beállítva. Nagyon jó. Na most, hogy ez is megvan. Ó, hozok homokot. Kell még üveg. Most akkor nem tudom, hogy fogok-e üveglapot csinálni, vagy nem fogok. Hozok homokot. Ó, legyen üveglap. Igényesen széttörök mindent, üveglap lesz. Azt mondták, a fasz a gyerekek üveglappal csinálják. Széjjel török mindent. Yeah, kész van! Hogy ott megtörik a fény az üveg... Wow. Milyen szép lett. Ja, még itt van ez. Király. Gyönyör... széjjel vagyok magamtól. Na! Ez már olyan ház jellegű. Létra. Hogy lehet létrát csinálni? Létra. Botokból. Na. Oda nézz. Ez az én full egyedi építésű házam. Minden, mivel én félek mindentől, ezért a lehető legbiztonságosabb helyet választottam. Ajajajajaj, na. Nem fogadunk vendéget. Na jó, akkor most menni kell kőér, ugye? Ezt a létrát elrakom a ládába, és akkor megyünk bányászni. Egy hegyoldalban csak van valahol barlang. Mert itt volt valami mélyedés, itt a creepernél, igen. Itt, aha. Ubasz meg. Na jó, de nem tudok mi... Most építek magam alá, és megyek fölfelé. Mm.
Unagi! Öcsém! Ajaj. Itt jöttem? Itt? Hát itt hazajöttem! Miről beszélünk? Passz meg az anyja. Creeper, pók, persze! A faszommal nem akartok játszani. Na tehát, 60 órával ezelőtt ott tartottunk, hogy szenet akartam bányászni. Igen. Kell még egy csákány, mert már most... Aj, bazd meg, micsoda kaland volt ez, gyerekek. Na, tehát itt estünk le. Nem biztos, hogy ide le akarok, de amúgy azt mondtátok, hogy ilyen hely. Mindegy, leszophat, visszamegyek. Szétbaszlak egy csákánnyal. Most már nem halok meg kétszer. A fából csináljak faszenet, jó? Vettem. Na! Következő lépés. Ja, padló. A padlót kell megcsinálni, basszus. De akkor valami másik fából megcsináljuk a padlót. De ahhoz is fa kell. Ez így működik? Ez így működik? Hát ez így, hogy van ez így, kérem? Érdekes. És az is lebegni fog? Oda nézzél, beszarsz. Ne. Most akkor itt fogunk kalandozni. Ez furcsa emlékeket ébreszt a dolog. Azt mondja, hogy... Aha. A szén. De kapom az XP-t, hát szárnyalunk az XP-vel. Most elképesztő mennyiségű szénre teszünk szert. Ott, add ide az össze... Na, nyugalom. Hol a diamond, meg ilyenek? Nekem mindegy, hogy milyen diamond lehet az fehér diamond, szürke diamond, aleska diamond, de valami diamond legyen már. Na, tetyáim. Hát itt már mindjárt érzem az Ender Dragon szagot. Na, ez egy egészen sikeres kexkaváció volt. Nagyon fontos bányászati alapszabályt alakítottam ki magamnál, mégpedig azt, hogy nem szabad több utat hagyni, mert akkor kurvára eltévedek. Ugye, éjszaka van. Hogyan értékelnétek az első bányász megmozdult? Creeper! Ajjaj, Creeper! Oh, man. Na gyere, bazd meg! Pókember! Pókember! Minden tud, amit egy póknak kell! Kapjátok be, gyíkok, én leléptem. Na! Hoztam 18 vasat hoztam. Van rengeteg kő. Diorit! Érted? Diorit! Na ez volt Nessali barát első Minecraft streamje. Jó volt? Ne hazudjatok, tudom, hogy szar volt, de azért próbálkoztam. Egyébként a fűből egyéb szubstanciákat nem lehet, mármint, hogy